Ezeket a csipkés gyöngyvesszőket újfehértói közmunkások találták meg a régi temetőnél pár héttel ezelőtt. Eddig kihaltnak hitték a szakemberek, Újfehértón azonban három bokrot is találtak a növényből. A napokban egy másik védett növény, a pompás sisakos kosbor is virágozni kezdett, itt az orhideás réten. Talán nem mindenki tudja, hogy Újfehértón több 10 hektárnyi környezetvédelmi terület van. Itt olyan növények és virágok is megjelentek ebben az évben, amit nem mindig lehet látni. Ezek a pompás sisakos kosborok akár 30-40 cm-esek is lehetnek, már a jégkorszak óta élnek itt. Magyarországon védett növénynek számítanak, eszmei értékük 10 000 forint. Állományuk Újfehértón akár több ezer darab is lehet. Itt az Árpád-kori előtelepülésen, az egykori Micskén, természetes vizes területen jelennek meg. Újfehértón különleges növények és természetvédelmi területek is vannak, erre is büszkék a helyiek. Amiről a város a nevét is kapta, az a Fehér Szikes, ami tulajdonképpen egy ilyen só, amikor nagyon kiszárad, ugye mi víz járt a területen, települtünk meg annak idején, és amikor nyár van, akkor kiszárad ez a terület, és egy ilyen fehér sóréteg keletkezik rajta, amit a régiek összegyűjtöttek, és egyrészt az állatoknak adták, a takarmányba keverve, illetve nagyon jó fehérítette a ruhát. Még mindig Újfehértón járunk, ez pedig egy újabb védett növény, a fátyolos nőszirom. Ez az árva termő is védett hazánkban, eszmei értéke szintén 10 000 forint tövenként. A feltűnően szép virágú növény, ha egyik évben virágzik, nem biztos, hogy a következő évben is megjelenik a területen. Magyarországon és Európa szerte egyaránt visszaszorulóban van a növény, ezért különösen veszélyeztetettnek számít.